Csak egy pár szóba. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ezen a vasárnapon, kicsit szeles, de kifejezzük a szimpátiát az erdélyi székelyek autonómia törekvéseivel, ugyanakkor a felháborodását a román kormány álnok sötét szándékai ellen történik. A Székely Nemzeti Tanács 2013-ban az autonómia évének nyilvánította ezt a mai napot, március 10-ét, és ugyanakkor a Székely Szabadság napjává. De mi is az a Székely Nemzeti Tanács? 2003-ban alakult a Székely Nemzeti Tanács, amelynek célja a Székelyföld autonómiájának elérése, amelynek elsődleges hivatalos nyelve a magyar, másodlagos hivatalos nyelve a román lenne. A Székelyföldnek zászlaja is van, amit látjuk itt körbe, ami ma még természetesen nem hivatalos, de széles körökben használatos. A Székely Nemzeti Tanács is ezt használja. A mai székely zászló 2004-ben született, de gyökerei a 17. századig nyúlnak vissza. Sok mindent vitatnak körülötte, egyet azonban senki sem vitat. Ez a zászló a székely autonómia törekvés szimbólumává vált. És himnusza is van a székelységnek, ugye a székely himnusz, amit a legvégén szeretném, hogyha közösen elénekelnék. A tervezett autonóm terület fővárosa Marosvásárhely lenne. Ma ott Marosvásárhelyen ugyanebben az időben 10 000-es nagyságú tömeg gyűlik össze ugyanezekért a jogokért és elképzelésekért tüntetve, hangot adva az elmúlt 23 év apró lépéses politikájának hatástalanságára. A régió nem tervezi a Romániáról való leszakadást, ahogy ezt a román média néha szándékosan félreértelmezi, csupán autonómiát és önkormányzatot szeretnének Románián belül. Ma még annak a tény is tagadja a román kormány, hogy ez a régió létezik és létezett a történelmi folyamán. Annak ellenére, hogy a székelyföldön élők nagy többsége székelynek vallja magát, székely zászlót használja, székely himnuszt énekli, és a hivatalos román helyett a magyar nyelv székely tájszólását beszéli minden napjainkban. Autonómia törekvéseknek különös jelentősége van ma, ugyanis a román kormány olyan régiók bevezetését tervezi, amelyek nem követik Székelyföld határait, sőt, mi több, három részre osztják, és három különböző régióba helyezik, ahol a székelyek aránya a mostani 70%-ról 30% lenne. Reméljük, hogy Romániában is azok az európai elvek fognak érvényesülni, miszerint az Európai Unió régiókat nem kijelöli, hanem a létezőket elismeri. Más európai autonómiákban, mint például Dél-Tirolban, amely széleskörű területi autonómiával rendelkezik, ismeretlen ez a szó a szeparatizmus vagy elszigeteltség kifejezés, az ott élő német-olasz lakosság pedig éppen az autonómiának köszönhetően él etnikum közi harmóniában. Az Európai Parlamenti Tanács rendelkezései arról szólnak, hogy ezeket a régiókat a gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális és környezeti körülmények figyelembevételével kell létrehozni. Ennek megfelelően lett önálló régiók, ilyenek mint Dél-Tirol, Korzika, Szardinia, Katalónia. Románia az egyetlen európai ország, figyelmen kívül hagyja ezeket a fontos kritériumokat. Ha ez a tartomány, ahogy a román kormány elképzelte, közigazgatási hatásköröket is kap, akkor ezzel Románia megsérti a kisebbségi keretegyezménybe és a kisebbségi és a regionális nyelvek európai chartájába foglalt kötelezettségeit. Nem az autonómia és nem az autonómia igénylése gerjeszt feszültséget, hanem a korábban nemzetközi garanciákkal elismert jogok visszavonása vagy azok korlátozása. Székelyföldnek békére van szüksége, nem csak azért, hogy vonzó legyen a befektetőknek, hanem azért, mert az ott élő embereknek, családoknak, románoknak és magyaroknak csak a társadalmi béke tud normális életfeltételeket biztosítani.
A román politikusoknak és az európai értelmiségieknek egyet kell érteniük az Európai Tanács parlamenti közgyűlésében, amely az 1334-ben 2003-as számú határozatával épp a területi autonómiát ajánlja, mint etnikum közi feszültségek megelőzésének eszközét, mint a stabilitást, a kisebbség és a többség közötti béke tényezőjét. Jelenleg 3 milliónál több román állampolgár él vagy dolgozik Spanyolországban, Olaszországban és Nyugat-Európa más államában, akinek a hazatérése Romániában nagyon kétséges. Ők nem az autonómia vagy a székelyek elől menekültek, hanem a nyomor elől, amit Románia központosított rendszere okoz. Az önálló jogrendszer egyik fő előnye, hogy a székelyek ősi törvényeit megakadályozzák a nagybirtokok és a főnemességek kialakulását. Mindenkinek annyi földje volt annak idején, amennyit meg tudott művelni. Nem voltak tehát a székek területén nagy birtokok, mint Erdély és Magyarország másik részébe, ahová a nemes urak szívesen fogadták, sőt hívták, és telepítették az olcsóbb román munkaerőt a hegyen túlról, akik aztán szaporodtak és a nyakunkra nőttek. A székely magyar nem szolgált és nem tartott szolgát. Ezért maradt meg egytömbbe a székely magyarság a székelyföldön a 21. század elejére is. Az autonómia egy olyan demokratikus megoldás lesz, amely egyformán előnyös székelyföld minden polgára számára, legyen az román, magyar egyaránt. Befejezésük, kedves honfitársaim, egységben az erő, fogjunk össze, nyilvánítsunk ki minden lehető módon nem tesztésünket ezzel az aljas tervvel, amit a román kormány át akar vinni a székely nép megsemmisítésére. Egy olyan népcsoportot akarnak eltörülni a földről, amely Európának talán az egyik legrégebbi népcsoport. Nem engedhetjük meg ezt az aljasságot, kedves honfitársaim. Minden lehetséges módon tiltakozzunk, lesz aláírásgyűjtés, és segítsünk, hogy kivívja a székelyföld az autonómiát. Ezért gyűltünk itt össze, újra mondom. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Köszönöm, hogy szívetekben viselitek a székelység sorsát. Úgy gondolom, hogy a szükség lesz a jövőben hasonló megmozdulásra. Még többen számíthatok rátok, és talán még többre. Nimrod elszaval egy szép verset nekünk, utána meg szeretném elénekeljük a székelyimot. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szeretlek, Erdély, de szomorú, de szép szülőhazám. Kiringattad bölcsőm, adtál szép anyanyelvet, testvériséget és honszerelmet. Érted szó mindig, minden imám. Láttam vérszeiden följönni a napkorongot, őseink istenét. Hallgattam erdőit susogó, és patakjait csobogó altató zenéjét. Hordtam kalapomon vadvirágjait, színes bokrétáit, és lelkemben ezer emléket, szimfóniáit. A szívem a tied meghasadásig, szeretlek Erdély, mint halálig. Örömöd az én örömöm is, bánatod, hidd el, nekem is fáj. Ünneplem dicső múltadat, gyászolom bús jelenedet, cipelem nehéz keresztet, s ha tudnám, levenném fejedről a tövis koronát. Elhagytalak, de nem hűtlenül. A sors kényszerített erre rá, s azóta kóbor kutyaként vándorlok az élet mezein, de lelkem, mint Mikesé, mindig hazajár. Havasaidon legelő nyájak kolombja, furulya szók, fonóban szóló nóták hangja zeng a fülemben örökké, s templomod mélabús harangja, s viharid zúgó haragja, légy áldott Erdély mindörökké. Ha megszűnik dobogása, fáradt és sebzett szívemnek, szeretném, ha megadatnék, hogy hantud alatt pihenjek. És így ezután poraimban is a végső éghasadásig szeretesselek Erdély a feltámadásig. Énekeljük el a székely himnuszt, és arra szeretnék megkérni, hogy majd gyertek közelebb, hogy csináljunk onnan egy fotót hátul a zászlókkal is, hogyha szeretnétek. Én szeretnék. Énekeljük.
Székely Nemzeti Tanács az az, hogy az autonómiáért tüntetünk. Tehát kérik Székelyföld autonómiáját, és kérik azt, hogy ne szedjék szét a Székelyföldet három fele, és ne csatolják román többségű. Tehát ez a fő mondani valója. Román többségi területekhez. Igen, hogy ott akkor majd kisebbségű leszünk, akkor elveszítjük az iskoláinkat, egyetemeinket, a közhivatalokba, a magyar nyelv használatát, ugyanúgy minden közegben. Tehát megemlékeztet, persze még a másik az ászlóról, mert ugye azt mondja, hogy sok mindent vitatnak körülötte, hogy a mai székely zászló 2004-ben született, de a gyökerei a 17. századig nyúlnak vissza, történészek bevonásával került sor erre a zászlónak a kiválasztására. Egy dolgot azonban nem vitat senki. Azt nem vitatja, hogy ez a székely zászló a székely autonóma törekvésnek a szimbólumává vált. Ezáltal ez a nagy őrület volt. És ugye Marosvásárhelyen, ahogy elmondtad, a 10 000-es tömeget vártak, ellenben a hírek szerint 30 000-en tüntettek Vásárhelyen. Ami óriási. Igen. És ugyanezekért a jogokért és az elképzelésekért tüntetve adtak hangot az elmúlt 23 év apró lépéses politikájának hatástalanságáról. Tehát úgy gondolták, hogy a régió nem tervezi a Romániáról való leszakadást, ahogyan ezt a román média néha szándékosan félreértelmezi. Csupán autonómiát és önkormányzatot szeretnének Románián belül. Tehát ezt a románoknak is meg kell értsék, hogy nem akarunk elszakadni, nem akarunk senkihez tartozni, csak engedjék meg, hogy legyen autonómia Székelyföldön, mert meg lehet élni. Még csak néhány gondolat. Az autonómia törekvéseknek különös jelentősége van ma, ugyanis a román kormány olyan régiók bevezetését tervezi, amelyek nem követik Székelyföld határait, amit mondtam, sőt, mi több három részre osztják, és három különböző régióba helyezik el, ahol 30%-a lenne a többségnek minden külön régióba. Szembe mennek az Európai Parlament és Tanács rendelkezései ellen, ami kimondja, hogy azokat a régiókat, tehát ezeket a régiókat, amiket megteremtenek, gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális és környezeti körülmények figyelembevételével kell létrehozni. És ehhez nagyon sok példát tudnak felsorolni, Dél-Tirolt, Korzikát, Szardiniát, Katalóniát, Baszföldet, és sorolhatnánk sok-sok ilyen példát, ami az elmúlt években alakultak, vagy éppen 10-20 évvel ezelőtt. Mindig egyszerű az elszakadás, illetve az autonómia megkapása. Egyértelmű fejlődés következett minden egyes régióban, főleg Dél-Tirol, ami nagyon jelentős változáson ment, tehát a legszegényebb tartományból egy nagyon jelentős erővé nőtte ki magát. A,
A román kormánynak a törvénytervezetére visszatérve, ha ezt a tartományt, ahogy a román kormány elképzelte, közigazgatási hatásköröket is kap, akkor ezzel a Románia megsértő kisebbségi keretegyezmény és kisebbségi regionális nyelvek európai kartába foglalt kötelezettségeit. Tehát itt megint ugyanaz a... Kérdés, hogy megmerik-e tenni? Igen, és még csak egy-két rövid mondat. Az autonómia egy olyan demokratikus megoldás lesz, amely egyformán előnyös Székelyföld minden polgára számára, az legyen román vagy magyar. Ezek voltak néhány az én gondolataimból, amit ott elmondtam, és utána Bethan Imród elszavalt egy nagyon szép verset, Bálint Józsefnek a Szeretlek Erdély című versét. Utána elénekeltük a Székely himnuszt és a Magyar himnuszt. Ezt a verset hallhatjuk majd a Hét verse című műsor részünkben, ugye elmondod majd? Igen, elolvasom, igen. Uh-huh. És a 19 Action News kint volt egy rövid angol nyelvű interjút, sikerült adnom a tévésnek, aki nem tudjuk, hogy mikor fogják bejátszani, a lényeg az, hogy megvan. És ugyanakkor a Magyar Távirati Irodának, a washingtoni tudósítójának adtam telefonon egy tájékoztatást, egy néhány mondatos tájékoztatást, amiről elmondtam, hogy hányan vagyunk, mi történt, és... Uh-huh. És gyakorlatilag ez történt. Hál' Istennek nagyon szép idő volt, néhányan maradtunk az istentiszteletre, néhányan meg folytatták a vasárnapi eltervezett programokat, vagy újabbérezőben. Mi gondolsz, hány ilyen tüntetés kell még, hogy kivívjátok az autonómiátokat? Nagyon kedves volt, egyik ismerősünk úgy búcsúzott el, hogy jövő héten ugyanennyien, vagy talán többen, és addig jövünk ide, ameddig autonómiátok. Attól félek, hogy sajnos ez nem az első és az utolsó ilyen tüntetésetek volt. Hát ahhoz képest, hogy 10 000-et vártak, és 30 000 volt Vásárhelyen, ez is mutatja azt, hogy óriási az érdeklődés. Gondolom, hogy ez is figyelemfelhívása, és ahogy felsoroltad, milyen sok nagy városban voltak tüntetések, minden jel arra mutat, hogy legalább a nyugati médiák, vagy akár az európai médiák fölkaphatják a fejüket, és számon kérhetnék a román politikusokat, hogy urak, mit csináltok, vagy miért haragszanak a magyarok rátok. Hát reméljük, hogy elindult egy folyamat, igen, és reméljük, hogy lesz eredménye. Ha nem, akkor sajnos újra szára kell menni. Fogunk. Köszönjük szépen, Lóri, és nagyon szép a még egyszer.